1 milliárd forintot meghaladó áfa csalás ügyében emelt vádat 4 férfival szemben a Jászhajkun-Szolnok vármegyei főügyészség. A vádhatóság szerint a vádlottak 2017-ben állapodtak meg abban, hogy egy határokon átnyúló, fiktív kereskedelmi láncot hoznak létre. Egyedileg beazonosíthatatlan, nagy mennyiségű termékek, jellemzően édességek, óvszerek és illatszerek kereskedelmére. A kereskedelmi körben a vármegyebeli székhelyű cég ügyvezetője a vádlottársa által biztosított belföldi gazdasági társaságoktól szerezte be áfával terhelten az árukat, melyeket fiktív módon harmadik társuk által irányított külföldi gazdasági társaságoknak értékesített áfamentesen, majd a látszólag kifizetett áfa összeget visszaigényelte. Ezt követően a láncolatban harmadik külföldi székhelyű cég a negyedik társukhoz köthető cégek részére értékesítette tovább az árut, majd ezen cégek útján az árut újra az eredetileg első eladóként megjelenő belföldi gazdasági társaság részére értékesítették, így az árumennyiséget tényleges kereskedelmi szándék nélkül körbejáratva. A Jászhajkun-Szolnok vármegyei székhelyi gazdasági társaság ezen fiktív kereskedelem után 2017 és 18 évben több mint 1 milliárd 200 millió forint áfát igényelt vissza jogosulatlanul a magyar költségvetésből. Az ügyészség a vádiratában a vádlottakkal szemben börtönben letöltendő szabadságvesztés büntetésre, közügyektől eltiltásra, pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra tett indítványt. Továbbá indítványozta azt is, hogy a bíróság tiltsa el a férfiakat gazdasági társaság vezető tisztségviselői tevékenységének gyakorlásától. Az ügyben a szolnoki törvényszék fog dönteni.